2020 első napjától élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességet élveznek Magyarországon a legalább 4 gyermeket nevelő édesanyák, és mostantól arra is lehetőség van, hogy a családon belül a nagyszülők kérjék, illetve kapják meg a gyedet. A családvédelmi program e két fontos eleme is hozzájárul ahhoz, hogy 2020-ban újabb 200 milliárddal nőjön a támogatásra fordított összeg, amely 10 év alatt a duplájára nőtt, és idén eléri a 2200 milliárdos keretet. A program egyik legfőbb célja, hogy a fiatalokat több gyermek vállalására sarkalják, és ehhez az eszközöket is megteremtsék. A családvédelmi akcióterv egyik eleme az, hogy a bölcsődei férőhelyek számát 2022-re 70 ezerre növeljük, de ezt sem lehet csak önmagában vizsgálni, hiszen azt nagyon fontos tudni, hogy 2010-ben 32 ezer bölcsődei férőhely volt Magyarországon, ma már 50 ezernél járunk, tehát az elmúlt 8 esztendőben meg egy 50%-kal növeltük a bölcsődei férőhelyek számát, és ha elérjük ezt a 70 ezret, akkor a szakemberek és a számítások szerint ez az a szám, hogy minden olyan család, minden olyan édesanya, aki akár a saját életkörülménye, akár a motivációja miatt a gyermekét bölcsődőben szeretné tudni, akkor ezt megtehesse. Ezzel párhuzamosan a bölcsődei dolgozóknak is nő a bére, illetve nőtt már eddig is, és a családi típusú bölcsődékre is vonatkoznak azok a támogatási emelkedések, amik korábban nem. A közelmúltban bevezetett babaváró támogatást is már 60 ezren kérték, és a kontinensen is egyedülálló, szabadon felhasználható kamatmentes kölcsönből mármint egy 500 milliárd forintot ki is utaltak. A családi otthonteremtési kölcsönt pedig eddig több mint 100 ezer család igényelte. A CSOK 2015-ös bevezetése óta már 4 alkalommal változtattunk a jogszabályon, és minden alkalommal úgy sikerült változtatni, hogy bővítettük a felvételre jogosultaknak a körét, és igyekeztünk azokat a bürokratikus korlátokat is lebontani, vagy éppenséggel minimalizálni, ami a felvételnek az útjában vagy akadályában voltak. Gyakorlatilag folytatódik ez ebben az esztendőben is. Ugye a családvédelmi akciótervnek a része volt az, hogy már a használt lakásokra is fölvehető az a kedvezményes hitel, ami eddig csak új lakásokra volt felvehető. Az idei évben még szélesebb réteget elérő családvédelmi támogatási rendszerhez jó alapot adnak az elmúlt év utolsó hónapjaiból származó adatok, amelyek szerint a házasságkötések és a gyermekvállalások száma is évtizedes rekordot döntött meg. Pokasérülés, nagyon sok a csuklótáji törés, válficamok, váltáji törések. Tehát bárki szenvedhet ilyen sérüléseket, ha nem megfelelő lábbelivel, vagy figyelmetlenül lép ki a jeges utcára. Főként a téli hónapokban fokozott óvatosságra van szükség. Ugyan nagyobb havazás vagy ónos eső ezen a télen még nem volt Budapesten, de bármikor zordabbra fordulhat az időjárás, és csúszósá válhatnak az utak. A házak előtti járdák takarítása minden esetben a tulajdonosok feladata. Fontos tehát, hogy a lakástulajdonosok is minél körültekintőbbek legyenek, ezzel megelőzve más számára egy akár több hónapon át gyógyuló sérülést. A járda takarítása, illetve csúszásmentesítése minden esetben az ingatlan tulajdonosa vagy használójának a kötelezettsége. Ezt mi folyamatosan ellenőrizzük. Aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, azt felszólítjuk írásban, majd visszaellenőrizzük, és utána büntetjük. A helyszíni bírság 5-től 50 ezer forintig terjedhet. Ha pedig súlyosabb eset áll fenn, vagy nem találják a balesetért felelős lakástulajdonost, feljelentést követően ez az összeg akár több százezer forint is lehet. Ez polgári peres eljárástól maga után, minden esetben az ingatlan tulajdonosa felel az így okozott kárért, illetve azért az eseményen, ami bekövetkezett. Súlyos kártérítéseket lehet így fizetni. A 12. kerületben pénzbüntetésre csak ritkán van szükség, azonban a figyelmeztetések gyakoriak, főleg a meredekebb, dombosabb területeken, ahol jobban megmarad a jég, és így gyakrabban van szükség síkosságmentesítésre. Ha pedig már megtörtént a baleset a gyalogossal, fontos, hogy valamilyen módon bizonyítani lehessen, akár a csúszós járdáról készített fotóval, vagy egy tanú segítségével, hívta fel a figyelmet a szakember.